A farsangi időszak hagyományaihoz hűen idén is készül a szalagos fánk Hegyi Ferencné konyhájában. Sokan talán nem is tudják, de ahogy ő mondja, a tökéletes tészte egyik titka, hogy a tálba kell csapni az összekevert alapanyagokat. Emellett pedig ügyelni kell a részletes kidolgozásra. Összeállítom a lisztet, ácétáljuk bele a tojássárgája, rum, az egyéb hozzávalók, só, cukor, és nagyon össze kell dolgozni. Hosszú ideig, többször föltözcsapom, azzal rövidítem az időt. A legendák szerint számos hagyomány fűződik a fánksütéshez, ugyanis ez az időszak egyben párkeresésre is lehetőséget adott. A lányok pedig ennek jelképeként fánkot ajándékoztak a kiszemeltjüknek. A farsangi mulatozás szokásait sokáig őrizték Felsővárosban is. Tudtuk meg a nem csak a 20 éveseké a Világ Nyugdíjas Klub tagjától. Igen, minden háznál volt. Sebestyénkor, január 20-án, ami végül is Felsővárosnak a búcsúja, úgynevezett búcsúja, amikor nagymisére mentek, utána volt egy ünnepi ebéd és fánk. Anélkül nem volt. Utána pedig a bálokba, hát fánk is volt, de inkább sütemény már a későbbi időkbe. Hegyi Ferencné hozzátette, a kisütött fánkok önmagukban is nagyon ízletesek lehetnek, de lehet tálalni porcukorral és lekvárral is.